Jó reggel, Vietnám üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő videóval, és bemutatom jobb sarokban a hetet, az Amerikai Egyesült Államokból, bal sarokban pedig a Szovjetunióból a kamaszt. Szándékosan mondtam Szovjetuniót, bár valószínűleg, hogy ez a kamasz ez már nem a Szovjetunióban, hanem Oroszországban készült, mivel egy újabb verzió, de úgy gondoltam, hogy próbáljuk meg egy olyan ellenfelet kiállítani a izom brutális hetnek, ami talán fel tudja venni vele a versenyt, és szerintem az a 88-as kamaz, ez talán megfelel erre a célra. És szándékosan választottam egyébként olyan járműveket, hogy ugye mind a kettő gyakorlatilag egy nyerges vontató, és így ugye össze tudják mérni az erejüket. Egyébként ugye a het a Norman Sprinterhez-ben próbáltam utoljára, ott iszonyatosan nagyon brutális volt, ami valóságnak megfelel, mert igazából nézzetek erről videókat, hogy milyen jármű. Ugye már a het az is egy mozaik szó, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nehéz transport, ez egy heavy transport, és igen, és ugye amellett ugye, hogy ez a mod, ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva jármű, mármint nem csak a modként nagyon durva jármű, hanem ugye a valóságban is, például ugye ezzel szállítja az amerikai hadsereg ugye a harckocsijait, de rengeteg dolgot tudsz ugye felrakni rá, és emiatt ez is például, nézzétek, na ez az, amelyiken például a harckocsijait szállítja, ami a tényleg nagyon brutális kis jármű, és úgy gondoltam, talán az a kamasz fel tudja venni vele a versenyt, de nem akarom húzni tovább az időt, gyorsan megkeresem a stoppert, és indítunk egyet, és megnézzük, nagyon kíváncsi vagyok tényleg. Ja, meg ráadásul megfelelőképpen páncélozott ugye ez a jármű. Ugye a háborús övezetekbe is megfelelően képpen tudjon járni. Viszont ugye retteltesen sokan kértétek, hogy legyen a het. Úgyhogy emlékeztetek rá, hogy hát igen, volt itt nekünk egy hetünk, amelyik nem volt kis pálya. Na gyerekek, akkor stopper óra. És lehet tippelni, hogy het lesz-e vagy kamaz. Hát nem kell szerintem a kamaszt annyira leírni. Mind a kettő viszonylag könnyű járműnek mondható, annak ellenére, hogy nehéz. Mármint úgy értem, hogy ez mind a kettő nyerges vontató, tehát gyakorlatilag nincsen olyan, hogy plató, nincsen ilyen szerkezet most rajtuk, ami még nehezítené ugye a dolgot. Úgyhogy veressük, gyerekek. Nyomok egy stoppert, egy indítást, és akkor már vegyünk is. Retteltesen kíváncsi vagyok rá egyébként. Hoppá, megakadt a jármű egy kicsit. Meglepően nem megy olyan gyorsan. Az nekem nagyon furcsa, hogy nem megy olyan gyorsan. Furcsak ezek a terepkerekek, de tényleg ilyenek vannak a heten. Majd érdemes megnézni egyébként videót a hetről, hogy viszonylag ez egy nagyon-nagyon kis frankon összerakott gép. Van több verziója egyébként. Lehet, hogy egy kicsit halkott a játék. Ez egy hot damage. Nagyon nem mondható soknak. Ajaj. Eddig nem mondom rossznak, és főleg azt nem mondom rossznak, hogy szinte nem is sebződtük. A sebességre nem vagyok büszke. És nem vagyok büszke a hetre a sebesség kapcsán. Eddig nem valami iszonyat sebességgel közlekedik. Hát igen. Egyébként ez nem a... Appa, ott nem mentünk bele, jó, hát... Oké. Egyébként ez nem a full terepgumi, szerintem, hanem ez egy ilyen félig utcai, félig terepgumi lehet. Csak ugye, mint általában megszoktuk, a játékok inkább visszafele fejlődnek, mint előre. Ugye a Spintai összennek az elődje, múltkor játszottunk vele, nagyon tetszett az például, hogy rengeteg fajta kerék közül lehet választani, akár a járműveket. Hát a Mudrunner-be ezt már el lehet felejteni, már a kerekeket nem tud cserélgetni, ugye? Ami szerintem egy nagyon gáz. Hogy tényleg ott tartunk lassan, hogy egy játék az... igen, sebződik ez rendesen. Hogy a játékok gyakorlatilag visszafele fejlődnek. Most elvileg valamilyen Mudrunner 2-ről beszélnek, hát nem tudom. Tényleg... ja. Most kicsit elkanyarodtam itt a gépteszt témától, de tényleg nagyon el vagyok szomorodva, hogy elővettem a Sprintájoszt, és gyakorlatilag ezzel a Mudrunnerrel nem kaptunk semmit.
szinte semmi olyan újítást, amelyik olyan nagyon szembeütlő lenne, csak majd, hogy nem, már inkább visszafele fejlődünk. Meg ráadásul ugye sokkal kevesebb mód van ehhez. Nagyon sokan kértétek az ifát, hogy legyen ugye gépteszben nincs ifa Mudrunnerhez, hanem csak sima Spintaios, ez van vagy 5 fajta, vagy 10. Mudrunnerhez nincsen ifa. Legalábbis nem találtam, lehet, hogy kövezzetek meg. Azok elég, meg egy kicsit mint a 8-es lett, de vele úgy megy. Egyébként teljesen frankó megy az a Berda, csak olyan kis lazár. Stabil, fix, minden, ez hozza, nem tudom, ez ilyen papírforba hozó jármű, arra azt tudnám mondani, hogy ilyen... Na, kíváncsi vagyok ezekre, amit itt hol menjek. Próbáljuk meg itt egy oldalvást, hopp. Újjúj. Ja, elég sokat sebződik viszonylag, ugye? A kamaz az még viszonylag, én kisebbnek láttam, meg törékenyebbnek, kíváncsi vagyok, hogy fog teljesíteni. Én a hetecskére arra gondoltam a hetre, hogy ez meg fog verni mindent. Mondjuk 3.30-nál fordultunk itt, 5 körül szoktunk fordulni amúgy, úgyhogy ez több mint érdekes. Hoppapa! Ugye itt általában el szoktak bukni a járművek. Ó! Azt nézem, hogy ez gyakorlatilag így szépen elviszkél a tetején. Elég szélesek a gumiabroncsok a jármű méreteihez képest. Gyerekek, ez itt elég jól teljesít. Eddig ugye itt lesz ugye a mélyebb rész. Valaki írta egyébként az előző részhez, hogy menj a szélén, ott nem olyan mély a sár. Hát nem biztos, hogy annak lenne egy értelme. Akkor ennyire kikerül valamelyik járművel, nem? Tesó. Az a lényeg, hogy... Ah, igen, itt tud elvérezni a jármű. Hát próbálkozzunk. Itt ugye nagy favoritok buktak el, mint a Tátra 8x8-as, amiben én úgy gondoltam, hogy az lesz az egyik legjobb jármű, ami teljesíteni fog itt, és szinte úgymond a legrosszabbak közé csúszott, amiatt, mert itt nem tudott normális sebességgel átmenni. Hát próbálok rakni neki egy kis... Igazából hiába rakok, látjátok sebességet. Emelem ugye a fordulatszámot a kerekeken, attól nem fog gyorsabban menni, mivel ugye elrúg. Ez egy ilyen küzdős rész, még mindig nagyon jó ideje van egyébként a hetnek. Azt nézem, hogy az eleje az eléggé kinyúlik, szóval nem tudom, hogy fog felkapaszkodni azon a rampán, amelyiken ugye most fel kell mennünk, a beton rampán. Hát nem szabad neki jobban nyomni ilyenkor, sajnos. Ugye visszarakjuk autóbotába természetesen. Amint kimászott ugye fele jármű legalább. Megyünk, jó. Jó, és szerintem mehet is az automata. Az első kerék éljen ki, azt a automatát kapcsolunk. Akkor onnan már kihúzza magát, mindenképp lesz egy tapadás. Oké, mehetünk. Tényleg ugye próbálok minden járművel úgy menni, hogy kihozni minden járműből a maximumot, tehát nem csalok egyik oldalra se. És például a kamaszt... Nagyon jó. Ó, nagyon jó, és nem is üti le az elejét, teljesen jó, és rettenetes sebességgel megy felfele. Itt lesz a baj. Aha, baj lesz. Itt át kell raknom manuálba valószínűleg. Jó, át is rakom manuálba, mert ugye itt rosszul van megkonfigurálva a váltó, tehát ugye nem tud mit kezdeni ezzel a terepviszonnyal, gyakorlatilag folyamatosan váltogat az 1-es és a 2-es között, aminek az a következménye ugye, hogy visszagurul folyamatosan a jármű. Úgyhogy ez itt egy rossz pont, hogy valami szubjektívet is mondjak róla, egyébként véleményt is ugye beszéltük, hogy mondunk a járművekről, hát véleményem az, hogy tényleg elég jó hozza a formát. Mert nem... Hát... De... Mondhatjuk szinte kiemelkedőnek a csoportba. Az eddig próbált járművek között. Hiányosság eddig ez a rosszul konfigurált váltó. Meg a viszonylag kicsi végsebesség, amit én úgy gondolom, hogy... Eddig is volt ott egy hajó, gyerekek. Még észre se vettem.
Itt látszik egyébként, hogy mennyire magas, gyerekek, nézzétek meg. Vagy nézzétek meg a kamaz is, hogy hol lesz. Ugye itt például még a kabinnak az alsó szintjét se éri el a víz. Fú, hát ez rettenetesen magas. Tényleg voltak olyan járművek, amik ugye a kabinon keresztül folyt a víz. Ez még közel sincs az alsó szinthez. Hát ez egy nagyon jó időt fog futni, annak ellenére, hogy még nem vagyok megelégedve vele. Ugye minden járművet mondjuk úgy, hogy a saját kategóriájába kell ugye értékelni szinte. Ugye például nem lehet összehasonlítani egy kis Polskit egy T-34-es tankkal. Úgyhogy ez ahhoz képest, hogy hozza formát, mondjuk úgy. Jó időt fog menni, viszonyatosan jó időt fog menni a többiekhez képest. Viszont nem kiemelkedő ahhoz képest ugye, hogy abban a viszonyban, hogy viszonylatban, hogy mégis milyen kategóriai járműről beszélünk. Mert ahogy nézem, ugye 814, 815, 816, 817, 818-as időt futott, ami tényleg mondhatni, hogy kifogástalan. Viszont én úgy érzem, hogy ez a kamaz ez meg fogja tudni fogni. Nézzük meg a kamaznak is az agydonyait, hogyha már egyszer itt vagyunk. Hogy miket lehet rárakni, ugye ezeket a szovjet... Igen. Gyakorlatilag ez is egy mondhatni nyerges vontató, amire ugye ilyen szállítányokat is, amit most láttak, ezeket is ugye fel lehet rakni. Nézzük a trailerek, ezeket is ugye tudja vinni. Szerintem még... Aha. Igen, vannak ezek a hatalmas nagy pótok, ezeket mind tudja hurcolászni. Ja, DHL-es minden. Jó! És látszok. Egyébként... Megmondom őszintén, nagyon szívesen kipróbálnék olyan kamionokat is, amik teljesen utcaiak, dafok vagy ilyesmiket, és tényleg az nekem valahogy az egy fétisem, hogy azt ki akarom próbálni telepen, úgyhogy lehet, hogy olyanokat is fogunk csinálni. Na, mennyi volt? 8-20-as idő volt körülbelül, ugye? Bereszeteltem a mappot, hogy ne érje a szóház elejét, aztán akkor lehet tippelni, hogy a kamaz az mennyire lesz jobb, vagy mennyire lesz kevésbé jobb. Viszonylag alacsonynak mondom, és kicsi kerekekkel rendelkezőnek, ami nem biztos, hogy úgy jó lesz, bár egy csomó mindenen ugye még is tud hozni. Esetleg gyorsabban mászik falat, jobban át kell ugye a sáron, ezek mind közre játszhatnak. Na, akkor 3-ra indulunk is, nem tökölünk, ugye összkerék diffizárat bekapcsoljuk, aztán 6 szóljon. Elindítottam a stoppert, és akkor már veretjük is. Nézzük, 3-ba vagyunk, 4-be vagyunk, 5-be vagyunk. Hát én azt mondom, hogy körülbelül... szerintem gyorsabb, mint a het. Gyorsabb, mint a het. Szépeket repül. Gyorsabb, mint a het. Kíváncsi leszek most ezen a dombos részen, hogy mennyire fog sebződni. Ugye ez, a het az azt hiszem, hogy 900 damage ponttal rendelkezett, ez 800-val. Ami reálisnak is mondható, mivel a het az ugye ez jóval nagyobb jármű. Ugye nyilgázzal belevárjunk ide azt a begyár. Jaj, viszonylag soknak látszódott ugye a sebződés, mert sok ponton kaptunk. De nagyon kicsiket, mivel összesen 45 sebződés pontot szedtünk össze, úgyhogy úgyhogy ez nem mondható egy cseppet sem rossznak. Megyünk. Jó. Eddig nagyon jó, 45 sebződést pont, viszonylag gyorsan, én úgy meg vagyok lepődve. Én úgy érzem, hogy egy picivel, mint hogyha jobban lennénk a hetnél. Itt ebbe a gödörbe annyira nem akarok belemenni itt legvégén, mert a hettel is kihagytuk, úgyhogy akkor legyenek egyforma esélyek. 9, sokkal kevesebbet sebződött, mint a het, és jóval gyorsabban is halad. Én úgy azt mondom, hogy még a betyár gyerekek. Szó szerint minden egy kerék elemelkedik a föld. Ez nagyon jól megy ez a... És nem szabad csak a kinézetre adni a gyerekek, ugye. Na ugye most egy gyors menetnél... És egész jól kezeli a... Egész... végigfutott ott rajt... Hogy végigfut ilyen hullámokba ugye egy ilyen ütődés sorozata, hogy éppen belemegy egy ilyen... Hoppá, igen. Tudom, nem fordultam le időben, mindegy. Gyakorlatilag 1-2 másodpercet veszítünk egy ilyennel, úgyhogy annyira nem mérvadó. 5-ösbe végig felgangol szépen. Annyira nem is veszít a sebességéből. Nem nagyon sokat veszített a sebességéből, szép.
Szép ez a kamaz, nagyon jól tetszik. Nagyon jól tetszik, az jó megmondtam, hogy a gyerekek nagyon tetszik. Ugye ez már látszik, hogy ez egy újabb jellegű kamaz. Mindenképpen a 7-hez egy ilyet választottam, ugye mégse ugyanaz a kategória lenne egy mondjuk egy 60-as évekbeli kamazzal veretni a nem is tudom, talán 90-es évekből származó 7 ellen, de talán még később készült. De én azt mondom, hogy nagyon iszonyatosan jó időt megy eddig a kamaz. Eddig ugye még kamaszt nem is teszteltük. Oj, ez egy kicsit erős volt, gyerekek, ez egy kicsit erős volt. Hogy lever. De miért repült? Ez nagyon, ez tetszett. Miért repült ez a kamasz, úristen. Aha, és ugye az első két kerék kormányzott, az első két tengely kormányzott, az első négy kerék. Jajajajajaj, gyerekek, egy kicsit félek ezektől a hatalmas sebességektől, mert... Azt a betyár. Igen, de most már talán túl vagyunk azokon a pontokon, ahol ugye sok sebződés pontot tudunk összeszedni. Jó, hát igen, kaptuk jó, az én hülyeségemből is kaptunk plusz sebződés pontot, de iszonyatosan gyorsak vagyunk, 3.22-re fordultunk, az a nagy probléma, tudjátok, hogy hol lehet elúszni a sárba. A sárba ott elúszhat a, ott elúszhatunk. Azt a betyár, gyerekek! Azt a betyár! Jó, igen. Most lesz az egyes, ugye? Nem szabad gyorsan. Nyugi, inkább lassú menet. De eddig iszonyatosan jól ment, gyerekek. Meg kell kapni azt a sebességet, ahol még annyira nem pörögnek ki a kerekek. És még, de azért halad is a jármű, mert hogyha túlságosan kipörögnek, akkor ugye nem. Egy kilométer per óra azért jól lett volna a játékban. Várjatok, nincs egyébként belső nézetben kilométer per óra? Kokpitet elfelejtették kitenni, úgy látom egyébként. Ja, eddig nézegettük az a belső teret. Egész jól meg van csinálva, gyerekek, még izé is van. Ugye az órák azok biztos vagyok bele, hogy nem működnek. Nem hiszem, hogy 30-szal megyünk. Viszont teljesen jó, kapcsolók, minden meg van csinálva. Kicsit ilyen, nem is tudom, ilyen Icarus buszos kapcsolókkal van megáldva. Menjünk. Ugye az első kerekek kiérnek, akkor már lehet az automatát tenni neki, és nem a pluszat. Jó, itt egy kicsit, egy-két másodpercet buktunk. Jó, srácok, eddig nem vagyunk rosszak. Mennyire... Elég alacsony az eleje, nem tudom, hogy itt mennyire fog lekoppanni. Pont nem, gyerekek. Azért tudnak a tervezők, ugye? És eddig 5-be végig felmegy. Ha itt felmegy 5-be és nem kezd el váltogatni, akkor... Igen, és jól váltó. Láttatok, visszatette egybe, viszont nem olyan... Nem olyan sokáig kuplungolt, úgymond, nem annyira sokáig volt ugye kinyomva a tengelykapcsoló. Ennek köszönhetően nem történt az, hogy volt ideje visszagurulni, addig ugye, amíg üresbe volt a jármű. Hát ez nagyon, ez le a kalappal itt. Úgy érzem, hogy lehet, hogy egy trombitorló lesz. Éppen akkor, és ez is kb. Ugyanaz a magasság, mint a kama, a 7, hát egy kicsit lehet, hogy kisebb. Talán egy picit már bever a víz, ugye, de mégis olyan veszélyes. Hát mindenképpen meg fogja verni a 7-et, gyerekek. Én úgy érzem, 6-14-én vagyunk, ugye ez nyílt terepen viszonylag gyors ez a kama az, úgyhogy itt már mindenképpen meg fogja csapni. És én szerintem, ha azt mondanád, én még arra is gondoltam, hogy lehet, hogy kicsit az a kamaz gyenge lesz a hetnek, és úgy gondoltam, hogy biztos merjem én ezt beállítani hát mellé. Hát olyan kicsinek, meg olyan kis árvának tűnik. És mégis mennyire jó. És egyébként... Tényleg így jó, mert így kipróbálgattam ezeket a járműket, és akar az ember egyet játszani, vagy ti is akartok játszani, akkor tudjátok hova tájolni. És 6-5-4 gyerekek, 6-5-4. 2. Vagy másfél perccel ugye megverte a hetet.
Nekem ez nagyon bejött, ez tetszett. Ez egy jó móka volt. Borzalmasan jó, tetszett, nagyon tetszett gyerekek, komolyan mondom. Ez most egy jó menet volt, egy erő összemérést még hadd csináljak, annyit meg akarok próbálni, hogy ugye a két jármű elejét összevetjük. És lehet egy olyat csinálni, hogy ugye melyik tolja el egymást. Múltkor eszembe jutott, hogy ezt igazából tudnánk csinálni. Mi az? Álljunk meg. Össze kell akasztalunk, ugye? Nem fog működni. Nem fog működni, mert ugye pont... Opa! Mert pont arra megy. Igen, ezt csak multiplayerbe tudnám ezt megtenni. Igen, ez nem működik, mert ugye pont arra megy ő is, mint én. Úgyhogy ez a probléma ezzel. Na jó van, mindegy. Vajatok? Kis trükközés. Hogyha ezt úgy akasztom össze, hogy... Hátul nincs vontatáspont. Jó, mindegy. Szelvetettük ezt az ötletet. Amint látjátok, a kamaza szépen megcsapta a hetet. Nem gondoltam volna, tényleg nagyon szuper. Szerintem... Igen. Jóval kisebb kerekei vannak. Igaz ugye, hogy 8 darab kerékkel rendelkezik. De hát sokkal masszívabb, hatalmasabb az a felépítmény, ami ott van. És mégis ez történt. Na, köszönöm szépen a figyelmet, dobjatok tippeket, milyen versenyeket néznétek meg. Viszonylag olyan kategóriába írjatok, amíg, mármint egy kategóriába eső járműveket írjatok, mivel nagyon gyakran írtok olyat például, hogy Trabant vs. Moz. Ne, hanem úgy nagyjából, hogy passzoljanak, mint például ez a kettő jármű. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsomi csőtészta!